Negyedszázada 1998. december 6-án kezdte el műsorait készíteni a Kiskörös Televízió. A 25 éves születésnap alkalmából múltban néző sorozatot indítottunk, amelyben az elmúlt évek híreiből válogatunk. Ezek ma már kordokumentumok, melyeket a Kiskörös Televízió archívuma őriz. Ma 22, illetve 21 évet utazunk vissza az időben, a 2001-es esztendő televíziós műsoraiból válogattunk. Ebben az évben adták át a Hotel Imperial gyógyszállót. Ezt idézzük fel a következő percekben. Miniszterasszony, képviselő urak, hölgyeim és uraim, én is nagyon nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Kiskörös térsége, agrártérség, az itt élők évtizede, évszázada az agrárágazatból, ezen belül a szőlő és bortermelésből éltek. Az elmúlt években, évtizedben azonban ennek az ágazatnak a jövedelem termelő képessége egyre csökken, egyre kevesebb családnak nyújt megélhetést. A népesség megtartó képesség erősítése, a helyben maradás, a talpon maradás érdekében szükséges mindenféleképp a helyi gazdaság élénkítése, többlábra állítása. A térség, Kiskörös város természeti adottságait, lehetőségeit figyelembe véve az agrárágazat mellett egy ilyen másik ágazat, a turizmus, ezen belül is a borturizmus és a gyógyturizmus. Városunk évtizedek óta rendelkezik termálvízzel, és 1969 óta gyógyvízzel, hiszen akkor nyilvánították gyógyvízzel. Ugyancsak évtizedek óta üzemeltetjük a mostani létesítmény melletti állandó fürdőt, hiszen 1960-tól várja a vendégeit, igaz, hogy csak idén jelleggel. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy nem külföldi befektetők, hanem kiskörösi és környékbeli befektetők hajtották végre ezt a beruházást, és az is nagyra értékeljük, és külön öröm számunkra, hogy nem csak a generál kivitelező, de az alvállalkozók is, és az anyagot biztosító kereskedő vállalkozók is kiskörösiek, illetve a kistérségben lévő kereskedők. Ez mindenféleképpen példaértékű és nagyszerű dolog. Az önkormányzat nevében köszönetemet és elismerésemet fejezem ki a beruházás megvalósításáért a befektetőknek. Egy impozáns épülettel gazdagodott városunk. Nem csak a városkép szépül, a környezet vált jobbá, hanem az egészségügy és a gazdaság, a helyi gazdaság területén is előrelépés várható. Hiszen reményünk van arra, hogy most már az év minden szakában folyamatosan és elérhető áron, aki akar, hozzájut a gyógyvíz gyógyító hatásához, a szolgáltatásokhoz. Ezen kívül számos munkahely létesül, és nyilvánvalóan, akik ide jönnek, azok itt fognak költeni, itt fognak fogyasztani, és egyéb más szolgáltatást igénybe venni. Én azt kívánom, hogy minél többen jöjjenek el, és vegyék igénybe a szolgáltatásokat, és akik ide jönnek, azok megelégedéssel és egészségesebben távozzanak. Gratulálok még egyszer a beruházáshoz. Tisztelt kiskörösiek! Mint Bács-Kiskun megyei, mindig nagyon örülök, amikor Bács-Kiskun megye valamelyik településére kapok meghívót, különösen akkor, amikor Bács-Kiskun megyének egy nagyon jellegzetes településére, Kiskörösre. Hiszen számunkra híresek az itteni protestáns napok rendezvényei, egyedülálló az itteni Petőfi kultusz, a szőlő, a gyümölcs és a hozzátartozó borkultúra, kiválóan összekapcsolható a gyógyturizmussal. És most, amikor a Hotel Imperial gyógyszálló első traktusát átadom Önöknek, azt kívánom Kiskörös városának, hogy ezzel a lendülettel, ezzel a tudással
célozza meg azokat a magaslatokat, amely magaslatokat fölkínált nekünk a harmadik évezred. A tudás alapú társadalmunk, a kreativitás, az igényesség, az ötletesség, mert valójában mire számíthatunk mi az Európai Unióban magunkra? Magunkra, arra az emberi erőforrásra és humán értékre, ami bennünk van, arra a többlet kreativitásra, ami mindig is a népünknek volt jellemzője. Itt pedig most kétszeresen állunk egy épület előtt, hiszen ezt a rekreációt elősegítő, testi és lelki fejlődést is elősegítő gyógyszálló mindenben a segítségünkre lesz. Ezennel szeretném a köznek átadni ezt a szép épületet, önöknek pedig megtisztelve megköszönni azt, hogy meghívtak erre a mai ünnepségre. Köszönöm. Kérem az átadás játékadó szalagot, Vágya Át, és a befektetők részéről az Interreal Holding Kft. Ügyvezetőjük, ügyének, dr. Kudron Nándornak adja át a szállót. Polgármester úr, képviselő úr. Felkérem tisztelt vendégeinket, tekintsék meg a létesítményt. Ennek a szállodának az átadásának a története igazából nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, egészen 1969-re, amikor Kiskörösön mindenki által ismert Róna Széki doktor úr jóvoltából gyógyvízzé nyilvánították. Igazából annak idején mit kellett megtenni azért, hogy ez gyógyvíz lehessen? Hát ez óriási történet, ez most már mesének tűnik, hogy mit harcolt a Róna Széki főorvos úr, és tényleg egy fantasztikus élménybeszámolót tudna ő tartani, ha vállalná ezt a beszélgetést, hogy tényleg, ahogy én hallottam, én is csak elmondásokból, hogy kis demidzsonokba hordta föl a vizet, és vitte a minősítő intézetbe, hogy vizsgálják meg, hogy itt az emberek áradoztak erről a vízről, és hát ő kezdett először foglalkozni az ízületi betegségekkel, és ezen keresztül ennek a gyógyvíznek a hatásával. Én az Orfiba, mikor fönn dolgoztam, akkor mondtam, hogy Kiskörösre jöttem. Ó, akkor Róna Széki főorvos úr, és ők tudták, hogy ő mindig két balonnal hordta a gyógyvizet, és addig hordta, amíg azt nem mondták, hogy ez tényleg gyógyvíz, és fogadjuk-e, és legyen gyógyvíz. Úgyhogy azt hiszem, hogy mi most itt állhatunk, onnan indul ez a történet, hogy Róna Széki főorvos úr ilyen nagy harcos és ilyen bátor ember volt, hogy hajlandó volt erre a vízhordásra, és kiharcolta ezt, hogy ez tényleg egy nagyon értékes és nagyon hatásos víz. Évtizedek húzavonája után végre hasznosítva lesz ez a csodálatos kincse Kiskörösnek a gyógyvíz, átadásra kerül a gyógyszálló. Milyen érzés most itt állni ebben a pillanatban? Hát ebben a pillanatban az ember csak fáradtságot érez. Én azt hiszem, hogy néhány napnak el kell ahhoz telni, hogy én is, meg a Kiskörös, meg Kiskörös városkörnyéki emberek is elhiggyék, hogy ennek a gyógyszálnak az első üteme átadásra került. És mit kell erről a gyógyszáról tudni? Mik azok a legfontosabb paraméterek, amit érdemes mindenkinek megjegyezni? Hát azt mindenféleképpen érdemes megjegyezni, hogy 3700 négyzetméter alapterületű lesz. Érdemes azt megjegyezni, hogy nem a Kiskörös város környéki beteg emberek minden szolgáltatását igénybe vehetik. Mik ezek a szolgáltatás? Hát a reumatológus főorvos asszony, amit felírhat, tangentor, súlyfürdő, víz alatti torna, masszázs, ezek mind-mind fizioterápia, ezekre kezelésekre itt minden lehetőség lesz. Meg gondolom számítanak külföldi vendégekre is. Le van már kötve a kapacitásuk vendégekkel? Hát a január 1-től van lekötve. Egy szálló az úgy működik, hogy előbb be kell lakni. Minden hibáját meg kell ismerni. Ez nagyon szerencsétlen dolog az, amikor a vendégek hívják fel ilyenre a figyelmet.
addig is biztos, hogy fogunk csoportokat fogadni. Elképzelhető, hogy szeptember hónapban is lesznek csoportok már, akik itt fognak megszállni nálunk.